Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite Objektiv. U sljedećih 30 minuta svakako ostanite s nama jer naravno donosimo zanimljive teme. U Vinkovcima je održan 19. sajam zdravlja, program bogat od edukacija i radionica do izložbenih štandova. Partner ovogodišnjeg sajma zdravlja bio je Generalni konzulat Mađarske u Republici Hrvatskoj, a u bogatom programu sajma otvorena je i izložba Pogled na Mađarsku, čiji je autor Ministarstvo vanjskih poslova i vanjske trgovine Mađarske. Na otvorenju izložbe okupljene je pozdravio i Generalni konzul Mađarske u Republici Hrvatskoj Antonio Giovanni de Blasio, koji je s našom ekipom razgovarao o aktualnim temama vezanim za mađarsku zajednicu na našem prostoru. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország Eszéki Főkonzulátusa nevében köszönthetem önöket a Pillantás Magyarországra és a Mi Világörökségünk című kiállításunk megnyitóján. Köszönjük az egészségvásár szervezőinek, amiért lehetőséget kínáltak arra, hogy tárlatunkat a nagy közönség előtt bemutassuk. Az Eszéki Főkonzulátus 2013 év újranyitása lehetővé tette, hogy klasszikus konzuli feladatainkon, illetve azon túl, hogy a horvátországi magyarságnak az anyaországhoz kapcsolódási pontot jelentessünk, mind a magyar, mind a horvát nemzetiségű érdeklődőknek segítséget nyújtassunk. Magyarországról, magyar kultúra, szokások, emberek minél jobb megismeréséhez. A kiállítások darabjai lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érdeklődők vethessenek egy pillantást Magyarország 1000 éves történelmére, valamint hogy megismerhessék a magyar emberek által elért eredményeket, a tudomány, a sport, az irodalom, a zene, a népművészet és a festészet területén. Bemutatják továbbá azokat a magyar helyszíneket, melyek az UNESCO világörökség részévé váltak. Magyarország és Horvátország két baráti ország, a közeli barátok jobban ismerik egymás múltját, jelenét, álmait, titkait és gondolatait. Szilárd meggyőződésem, hogy a hasonló rendezvények segítenek jobban megismerni Magyarországot, és felkeltik az érdeklődést országunk és az ott élő emberek iránt. Remélem, hogy ezzel is elősegíthetjük, hogy egyre több és több horvát barátunk látogat majd el hozzánk. Jó szórakozást, köszönöm! Napot kívánok mindenkinek, és nagyon örülök, hogy magának bemutathatom a mai napon. Három napi kiállításunk lesz, szól a magyar kisebbségnek és a magyar konzulátusnak Eszékről. Kiállításon, a standukon sok mindent láthatnak, tulajdonképpen az otthoni készítményekből, italból, ételből, szintén a zenénk itt van, vetítésünk van, és ettől eltekintve tulajdonképpen minden, ami minket, mind magyarokat illeti, a standon lehet találni. A kiállítás, amit most nyitottunk meg Magyarországról, két részből áll. Az egyik része a kiállításnak azokat a területeket öleli föl, ahol híres magyarok voltak az évszázadok során, zenében, sportban, különböző művészeti ágakban, népművészetben. A másik kiállítás pedig azokat az UNESCO világörökség helyszíneket mutatja be, amit Magyarországon találhatunk, és amivel szeretné Magyarország kormánya felhívni a figyelmet mind a horvátországi magyarok és horvátok számára, mind pedig más országokban, hiszen ez a kiállítás ez nem csak itt Horvátországban látható, hanem a világon mindenütt, ahol magyar külképviselet működik, ott ez a kiállítás hasonlóan Horvátországhoz bemutatásra kerül az ország különböző részein. A Vinkovcin tulajdonképpen még a legújabb listám nincs meg, de választások 2011-ben úgy voltak, hogy 119-en voltunk a listán.
után. Na mostan ebbe az évben hogy lesz, még nem tudom, de az a tény, hogy a magyarok száma csökkenik ebbe az időbe Vinkovcin. Úgyhogy remélem, hogy ez a stand is egy kicsit felébreszti és emlékezteti az embereket, hogy hogyha magyar származásúak, hogy tulajdonképpen itt a helyük. Magyar kisebbség ebben a régióban alacsonyabb létszámú, mint Eszék-Baranya megyében, hiszen Eszék-Baranya megyében van egy olyan tömb magyarság, akik bizonyos falvakban igen magas százalékban vannak, míg itt Vukovár Szerémségben a magyarság az inkább szórványnak minősül egy-egy településtől eltekintve. Hál' Istennek itt Vinkovciban egy jól működő magyar kisebbségi csoport van, míg vannak olyan helyek, ahol csak néhány magyarral találkozunk már. Ennek ellenére, hogyha itt az embereket megkérdezzük és beszélgetünk emberekkel, hát kiderül, mint ahogy kiderült a polgármester úrról, hogy a feleségének magyar felmenői vannak, ugyanúgy a zsupán úrról is kiderült, hogy a zsupánnak is magyar rokonai vannak, magyar felmenői. Nagyon kevés olyan emberrel találkozunk itt, akinek ne lenne valamiféle magyar kapcsolata, hiszen ez az évezredes, évszázados összefonódás, együttélés, ez ezt eredményezte. A tapasztalatom az itteni kisebbséggel kapcsolatban, az kisebbségi csoporttal kapcsolatban az, hogy nagyon jól működnek, hiszen látjuk, hogy itt a kiállításon is közös szervezőként lépnek föl a helyi egészséges városok programmal. De hát említhetném azt a tavalyi rendezvényt is, ahol a magyarság kulturális programokkal mutatkozott be a vinkovci lakosságnak. A magyarok a vinkovci területen tulajdonképpen két egyesületünk van. Mind a kettő eléggé aktív működik. Az egyik együtt van velem a standon, az tulajdonképpen a Magyar Kultúra Egyesület, Vinkovci. És ezen kívül tulajdonképpen mind magyar tevékenység ezen a területen nincsen. Úgyhogy mondjuk, hogy maradjunk ennél, ahogy vagyunk, de ezen belül többet szélesíteném. Megszerveztük a Magyar Kultúra Egyesületet 2012-ben. 54 tagunk van. Számos fellépésünk volt Horvátországban és Magyarországon, vagyis külföldön és Horvátországban is. Van egy hagyományos estünk, az most lesz 6. hónap 6-án megtartva. Magyar Kultúra Est lesz, ahol több csoport összejön, nem csak Vinkovciról, hanem meg lesznek hívva. Én úgy gondolom, hogy mindent lehet javítani, de tapasztalataim szerint és ismereteim szerint jelenleg jó az együttműködés a polgármester úrral. Én úgy tudom, hogy a magyar kisebbségnek a programjait a város vezetői látogatják, és remélhetőleg a következő kisebbségi választáson ott leszünk a helyi önkormányzatban. Tulajdonképpen a magyari tradíciót ezeken a területeken énekkel, vagy pedig tánccal legtöbbet lehet felébreszteni az embereknél, de ennél kívül nagyon szép esemény volt ebbe az évben januárban, amikor a régi fényképek, magyar családok fényképei kiállítása volt, úgyhogy ez is például egy irány, hogy hogy kellene tovább más irányokba is terjeszteni és csinálni, hogy felé, tulajdonképpen, hogy ne felejtsük el a magyar nyelvet, a magyar családokat és a származásunkat. Iz Vinkovaca odlazimo u Vukovar. S dolaskom proljeća i konačno toplijeg vremena aktivnosti su pojačali i vukovarski Mađari. Zatekli smo ih u uređivanju mađarske kuće, ali na red je stiglo i uređivanje nošnji za nadolazeće manifestacije. A szép idő megengedte a Magyarház külső részének a felújítását, ahol a vukovári magyarok gyülekeznek. Önfelett munkájukkal a Magyarház központtá vált aktív munkájuknak, rendezvényüknek. Ebben az évben csináltuk a házat kívülről, még egész, nem egészen kész, de nem sokára kész is lesz, majd megcsináljuk. Hát az idő, mindenki dolgozik, ki hogy szabad, vagyunk többen,
idősebbek is, fiatalabbak is vagyunk, akik segítenek és jönnek dolgozni. És ezzel csoportos munkával könnyen megcsináltuk. Ez a szigetelés meg van csinálva, és most már csak az aljából kell egy kicsit elvégezni, és aztán kész is lesz. Úgyhogy az idén teljesen gondolom, hogy kész lesz. A ház udvarában is elkezdődtek a munkák. Készítik a helyet, ahol a jövőben kultúrprogramokat, nótaestet, rendezvényeket fognak rendezni. De az új mellékhelységek felépítése is terve van. Itten kibetonoztuk eztet, és itten csináljuk majd a rendezvényeket, mert hát aztán később az. Először eztet ledöntsük, és itt új épületet építünk, helyébe konyhát és egy részt, ahol vécák kint, minden szanitáriát csinálunk ide, és úgy, hogy az mind, hogy szépen el legyen rendezve, és hát normálisan legyen megcsinálva minden. Etten ebbe az évre ez van előre látva, hogy ezt fogjuk csinálni. Köszönöm szépen! Míg az Egyesület férfi tagjai építkeznek, alapoznak, addig az Egyesület női tagjai a kert, az udvar és a virágok gondozását viselik. Végre ideért a tavasz, és ideért, hogy mindent rendbe tegyünk, az udvart, először is a virágos kertet. Elkészítettük mink a virágokat, de úgy látszik nem érték át az telet, majd újat hozunk. És szeretnénk, ha szebb lenne, mint tavaly, pedig tavaly nagyon szép volt. A virágos kert gondozása után a munkálatokat a házba folytatják. Az Egyesület szorgalmas tagjai elkezdték a népviselet újítását és készítését. Mindenkinek megvan a feladata. Hát majd megmondom, hogy azelőtt nem volt éppen sok pénzünk. Most egy kis pénzhöz jutottunk, úgyhogy most itt a Magyar Házba mindenkinek pruszlikot csinálunk, úgyhogy minden asszonynak legyen a szoknyához pruszlikja. Ha lehet piros is, lehet zöld is, bordó is, minden félébű lesz. Úgyhogy itt a Magyar Házban mindent most csinálunk. Hát mi nálunk a Ibolyka van megbízva a varrásra, mert mind ő csinálja, ő varja a pruszlikokat, ő csinálja a szoknyákat, ő mindenre ő van megbízva. Mind, amit kell varni gépen, mind ő csinálja. A varrógép nem áll le a varrással, de már új kötényeket is készítenek. Ezt a feladatot én kaptam, most új kötényeket csinálunk, és ebben én vagyok megbízva, mind én csinálom ezeket a új kötényeket. Hogy a népviselet mindig szép és tiszta legyen, gondját kell viselni, őrizni kell, ha nem is használják. Én nekem van dolog itten kifőzni alsó szoknyákat, és kikeményíteni, akkor megszárítani. De a felső szoknyákat nem mossuk, hanem vigyázok, hogy állandóan legyen szép. Akkor mikor megszárad, mén a vasalni. Ide az a Erzsikéné, ő majd vasal, úgyhogy muszáj kemény lenni, hogy az szépen szíjáljon, hogy szépen a szoknya álljon. És azt én dolgozom. Az én feladatom a szoknyák, alsó szoknyákat megvasalni. Nem könnyű feladat ez, mert nagyon ki van a keményítve, és simára kell, hogy vasaljam, és hogy ne legyen ránc rajtuk, és hogy szépen nézzenek ki. Különösen a végén a csipkét, az külön ki kell szépen vasalni. Először egy kicsit megvizesítjük, és akkor párával lassan sorba vasaljuk az alsó kezdettől a derékig. És amikor megvasaltuk, akkor még egy kicsit levegőn hagyjuk, hogy megszáradjon, és akkor felakasszuk, hogy ne gyűrődjönek, míg nem fogjuk használni. A vukovári magyarok szorgalmasan készülnek az elkövetkező rendezvényekre.
ahol a házigazdák lesznek, és vendégségbe is utaznak. Nagyon sok időt töltenek itt a Magyar Házban, és nagyon sok ötletük van a jövőre. Különösen köszönetet mondanak Vukovár város polgármesterének, ki segítségével fel tudták újítani a házat, és így van, hol összegyülekeznük. Na persze, nótaszóval várják minden kedves vendégüket. Vukovár város polgármesterének, Penave Jánnak nagyon szépen megköszönjük azt, hogy segítette a házunkat ugye újjáépíteni az idén, ahogy látják, hogy újra kezdtük újítani is, és ahogy hallottam, nem csak a magyaroknak szívesen segít, hanem a szerbeknek is, a ruszinoknak is, az ukránoknak is, a németeknek is, hogy ők is minél előbb helységhez jussanak. Nekünk magyaroknak ez különösen nagyon eredmény lesz az idén, az véget, hogy minden magyar, aki itt a városban él, de nem csak a városban, hanem Vukovár-Szerém megyében is, szintén egy otthonhoz jusson, ahol rendezvényeket is tudunk rendezni. De mi azért munkálatok közben azért is énekelünk. Asszonyok, gyújtsunk rá egy jó nótára! Rékony deszka kerítés, látszik a Drugi dio objektiva posvetili smo Rusinima i rusinskom jeziku. Posjetili smo učenike osnovne škole Stari Jankovci, koji po modelu C uče o materinskom jeziku i kulturi. No među njima su i učenici koji su odlučili naučiti rusinski jezik kako bi uz hrvatski znali još jedan novi jezik. Dočekala nas je vesela skupina učenika od 1. do 8. razreda, zajedno s učiteljicom Ilonom Hresešin. U Starim Jankovcima Rusinima se izjašnjava 28 mještana. Jezik i kulturu svojih roditelja, baka i djedova uče i ovi osnovnoškolci u školi Stari Jankovci. Dobar den! Jak ste Njiška? Dobar den! Dobar den! Dobar den! Mlada učiteljica Ilona Hrecešin s djecom razgovara i na hrvatskom i na rusinskom, a iako još uvijek dobro ne govore rusinski, djeca su dobro razumjela da će na satu obrađivati rusinske književnike. Među ostalima je Eugeniju Vrabec. Kako su nam pokazali na primjeru biografije ove književnice iz Vukovara, učenici već jako lijepo čitaju na rusinskom jeziku. Eugenija Vrabec, narođena 15. avgusta 1947. roku u Petrovcoh. Iz toho roku s rodičami oceljela do Vukovaru, gdje zakončela osnovnu školu i gimnaziju. Na pedagogine akademiji u Osijeku diplomovala 1970. roku i postala nastavnica hrvatskog jazika i književnosti. Od istoho roku počala prepodavac hrvatski i ruski jazik u osnovnoj školi drugi kongres KPU u Vukovare, aljem hrvatski u osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo tižu Vukovare. Njivi beženstva prežila u Zagrebe, gdje robela u osnovnoj školi Vladimira Nazora jak učiteljka hrvatskog jazika i školska bibliotekarka. Roku 1999. vracela še do Vukovaru i od tedi po 2012. rok, kad pošla do penziji, robela je školska bibliotekarka u neiškajšej osnovnoj školi Antuna Bauera u Vukovare. Člen je Vukovarskog ogranku Matici Hrvatske iz Združenja Rusnak, Društva Rusnacov u Republici Hrvatske od Isnovanju. Na hrvatski jazik prevedla knjišku Narod nijotkuda, ilustrirana povijest Rusina, autora Pavla Roberta Magočija. Pisni počala pisac 1991. roku u Pinjvici, a predlužela ih pisac i dalje. Na koncu od tih pisnjov nastala zbirka poezijina volana, pisnji za Hojsanoho Šerca, Eugenija Vrabec, Nješka žije u Vukovar. A ništa lošije djeci ne idu ni recitali. Oni najmanji izveli su haiku hip. Haiku hvil, kad unaj pre kraju zastivam šebočka, rašerenje ruke. Vidi za svom poštojeći građaj ostavku htihost. Kolimbačo hlas, djeci z radostju vrub, šićog breše.
A ovdje su zlata na njebe i utravi pisne pod krilje. Konare i sluko se čivlje, tačijari u šeću burja. Rika u slunku, ljubav, zlata u kapku, krasa u oču. Ruski jezik i kultura u osnovnoj školi Stari Jankovci še uči už treći rok. Inicijatore te nastavi rodiči Dzecoh, ktori hoze na nastavu, i društvo Rusnak, to društvo Rusnacov u Republiki Hrvatskej. Ali je tiš tak i naš ravnatelj, bul tot, ktori nam bul velika potrimovka i bez ktorog toto švitsko nje bi zažilo. To im ističe učiteljica Ilona znači jako puno jer je Starojankovačka škola još jedno mjesto na kojem se uči rusinski jezik. Učenika koji pohađaju nastavu od 1. do 8. razreda ukupno je 29. Neki od njih, da jedni z njih Rusnaci, da jedni nje, ali šitski su naučit nove pismo, novi jazik, pretože i sami vidza ženješka znac jazik vecej barz bitne. Na rusinski jezik sam se odlučila prvo što sam čula od prijatelja da idu na ljetnu školu i onda sam saznala za večeri poezije koje se održavaju kod nas u općini u Starim Milankovcima. Jednom sam mogla prisustvovati na tom, s tim da nisam išla na rusinski jezik još. I onda kad sam vidjela kako to sve izgleda i kad sam upoznala neke svoje sadašnje prijatelje koji jesu Rusini, na primjer iz Petrovaca, i koji imaju običaje, na primjer, rusinskih svatova održavati godinama, onda mi se to jako svidilo i htjela sam upoznati jezik i vidjeti kako oni to pričaju i kako je njima u obiteljima kad pričaju drugim jezikom, jel, u Hrvatskoj. Koji su ti se običaji najviše svidjeli? Pa svidjeli su mi se ti običaji njihovih svatova jer imaju drugačije svatove od nas. Svidjeli su mi se isto običaji kako imaju svoje, primjer, određene za bojanje uskršnjih jaja, imaju običaje za uskrs i za Božić i to mi je bilo jako lijepo. Sad si ti počela učiti rusinski jezik, kako ti ide, što ti je najljepše za učiti, što ti je bilo najteže? Pa počela sam ga učiti prije 2 godine i bilo mi je najteže prvo se priviknuti na rusinsku azbuku i onda s vremenom je sve postajalo lakše i lakše. Najviše su mi se svidjele književnice i ti običaji. I svidjelo mi se to što sam napokon i ja mogla biti u tim rusinskim nošnjama i što sam na tim večerima poezije mogla upoznat rusinske pjesnikinje koje su dolazile kod nas. Rusinski sam počela ići kad sam saznala za Rusine i za ljetnu školu Rusina, tad sam onda počela tek ići. A na ljetnoj školi Rusina sam počela poznavati polako jezik, kulturu i običaje i onda mi se svidio jezik i onda sam počela ići u školu na jezik. I je li težak, je li lagan, kako to tebi? Pa lagan je. Neki prijatelji iz moga razreda počeli su ići na rusinski i rekli su da idu u ljetnu školu, da im je zabavno. Da su puno toga naučili i da nije lagan jezik, pa sam onda i ja odlučila krenuti. I kako ti se svidjelo, koliko je tebi teško, što ti je bilo najteže možda naučiti, što najlakše, što najzabavnije? Najteže mi je bilo naučiti pisana slova, ali ovako se lagano. Što ti se najviše sviđa, što ste učili, što ti bilo najzabavnije? Pa književnike i tako. Neki učenici žele njegovati rusinski jezik i kulturu jer su i sami rodbinski povezani s Rusinima, bilo s majčine ili očeve strane. Zato što moja baka i moj tata uče rusinski, pa sam se ja odlučio isto za rusinski. Je li ti teško učiti rusinski jezik? Ne. A što ti se najviše sviđa, što učite na nastavu? Igre, bojanje, pjesmice, neke riječi. Odlučila sam se upisati na rusinski jezik zato što je moja mama Rusinka i htjela sam vidjeti kako je ona kad je bila mala i pričala i tako njenu kulturu i sve to. Pričate li kod kuće o Rusinima, jesi li učila nešto o njima i prije no što si počela učiti rusinski jezik ovdje u školi? Pa da, kod bake i tamo u Petrovcima i to. O čemu su te učili? Pa učili su me tako neke riječi govoriti, tako to. I sad kad si ti počela učiti rusinski jezik, kako ti ide? Pa dobro.
Što ste se učili, što je tebi bilo najzabavnije učiti? Pa te pjesnikinje i slova i sve. Nastava se odvija po modelu C, što podrazumijeva njegovanje materinjeg jezika. Učenici su podijeljeni u tri skupine. Na nastavi ruskog jezika i kulturi, ktoru mame dva hodzini tižnjovo, učime znači i jazik i knjižovnost, odnosno literaturu, i istoriju i geografiju Rusnacoh, ali isto tak i likovnu i podobovu i muzičnu kulturu Rusnacoh. Učime o ruskih poetoh, učime rusku azbuku, to pismo Rusnacoh, učime čitac, prepripovedac teksti i pomali uži prevodzic z hrvatskoho na ruski i z ruskoho na hrvatski. Je li djeci teško naučiti rusinski jezik i pismo? Niti malo, kaže Ilona. Ne bi se vjerili, ali djeci dost ljehko pišu i dost ljehko uče nove pismo. Pretože su zainteresovani, pretože im milo kad možu pred pajtašami, pred svojima pajtašami iz klasi povest pokazati da oni znaju coškalj vece i coškalj co im vipoljnjuje na jedan sposob ih jak osobu. I najmlađi učenici kažu više je zabavno no što im je teško naučiti novi jezik i rusinsko pismo. Sve nam je zanimljivo, su nam slova i zanimljene su nam pjesmice. Učimo slova, riječi, pjesmice, boje, brojeve, rusinske. Zabavniji, a engleski lakši. No, unatoč tome što kod ovih mališana prevladavaju petice, ipak se čini se događaju neke čudne zgode s ocjenama. Za petice. Imamo sve petice, imamo jednu četvorku, neka nam je stavio. Pa razmišlja sam da učim još više i da mogu još više jer mi smo tek počeli od 6. razreda osnovne ići na rusinski i sada je lakše koji su prvašići i da njima onda bude lakše da oni razumiju taj rusinski i voljela bi da se uvede u srednjim školama rusinski jer je jako lagan i lakše i od engleskog i od bilo kojeg stranog jezika. Neki Rusini žive u starim Jankovcima i želim vidjeti kako oni pričaju i njihovu kulturu. I svidjelo mi se kad smo imali večer Rusina i kad je došla jedna pjesnikinja i pjevali smo pjesmu. Ti nisi Rusinka, nemaš nikoga od Rusina u obitelji, ali si odlučila učiti taj jezik. Rekla si zato jer ima Rusina u tvom mjestu. I kako ti se sad čini taj jezik kad si ga evo počela učiti, kad si već neke stvari naučila? Pa sad je lagano i zanimljivo je. Jedna tvoja prijateljica rekla bi, voljela bi kad bi se rusinski jezik učio u srednjim školama. Što ti misliš o tom? Pa ja bi isto voljela jer da možemo ga i dalje učiti i da možemo možda pričati s nekim kad dođe i tako. Njihova učiteljica Ilona rusinski jezik i kulturu predaje već treću godinu u Starim Jankovcima. Zato sam še poziv odlučila, pretože ljubim ruski jazik, potom ima cerinski jazik, nas Rusnacoh u Švedce nije dveljo, nije da zveljo ani u Hrvatskej, ali je mi dost radišni narod, dost me hordi narod i čustvujeme, že mušime, že na nami u stvari očuvat svoj jazik, viru i kulturu. Išće bula dzivka, kad kudzelj dostala, žebi jak i druhi ženi svoju vlastnu kudzelj mala. Predla na njej vredno, mac moja jak dzivka. Predla, kad už bula žena, pri lampi, pod smoti, ako ljeso še obracalo i podnjelo vreceno. Časi prišli druhi i kudzelj zaspala, mac moja za nas u varošu platno kupovala. Kudzelj krasna, lagovana, jem jak piha u kuce mirovala. Po patrunki na nju macer zdohadali, na noci scerpenja i inšaki časi. Na ladi polni, kad šedzivki odavali, na plahitki, ručniki, hljebovki i partki. Macerova kudzelj, vecej nje zrobela, pod smoti i švitlu, a ni jednu nitku, ali tu je, umlje.
Як шведок значні, прешліх гньох і віку, як ремесло, на хторім маць моя роками тримала руку. Мушкатла червена на облаку красу свою розплетла, та крадла од білей мушкатла вецей слунка й шветла. Чарівні квітки пішно дзвіхали хлаві, болем вінчованки і сладкі слова слухали, так каждодньово краще поставали. Застанов'яліше на ній попатрунки, і сусіди про її красу здіховали. А газдіня їй співала і шептала, і води часто до черепа долівала. З'єшені квітки були лямку зблячі, бо слунко, светло і дня нітка постали крачі. В зиме мушкатла у облаку, нука спала і младніки за ярні квітки чувала, а моцнейше слунко през скло обчековала. А jednu je pjesmu koju je Eugenija Vrabec napisala 2011. godine u Vukovaru pročitala i učiteljica. Milo mi sluhac rusku bešedu, po ruski hutoric moju sušedu. Tedi ću ustvujem šerco i dušu bešednika, boše predomnu nje znajuci odomika. I moja duša pred druhima odparta, kad po ruski pišem i bešedujem, kad po ruski dumam, čitam i risujem. I každi rusnak kad po ruski pripoveda, kad će raduje, kad žalji i kad plače, kad špiva, tancuje i kad zecočkom uštruje, kad ore i kad vodzi hače, bešedu, slova, pisni i tanci otrimuje, i oblječivo svojo čuva, i mur ohrani od zabuca muruje. Po ruski krašnje pripovedajme u Petrovcoh i Mikloševcoh i šircom našoho kraju, bo i taščki u naših valaloh sluhajuci rusku bešedu kraše špivaju. Uz aktivnosti na nastavi trude se njegovati rusinski jezik i izvan škole. Djeci okrem nastavi u tištak maju točki na zakončujuće programe u školi, na kračunske programe i mame svoju jednu malu priredbu jak knjižovnu večar ruske poeziji, ktoru otrimujeme першого року була у школі, а зараз тих двох років в общині Старі Янковці. Значить, то знаходи означування Міжнародного дня материнського язика. І то вже у третій рік отримуємо. І то, у ствари, то, що школярів досить притягує. То та ношня, то та культура руснацьох. І видимо, що їх то досить інтересує. Ovi veseli učenici tako su nas ispratili, a na rusinskom jeziku pozdravili su sve naše gledatelje. Podzekovna sam vam, že ste prišli snimiti ovu našu hodzinu ruskoho jazika i kulturi i pozdravljame šitski patračok Vinkovske televizije. Bog. Bilo je ovo sve u današnjem objektivu. Mi se ponovno vidimo točno za 2 tjedna. Lijep vam pozdrav!